Köszöntöm a hallgatókat. A mai témánk ismételten a brandépítés lesz, és aki ennek a szakértője már itt is ül velem szemben, Ferenci Ádám, szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Akkor most beszéljünk egy picit arról, hogy miért fontos tulajdonképpen az, hogy egy vállalkozásnak, vagy akár egy magánszemélynek legyen kommunikációja. Hát a kommunikáció az mindenféleképpen nagyon fontos, tehát az életben, hogyha ezt így teljesen lebontjuk, akkor gyakorlatilag mindenki Beszél mindenkivel, ezzel értetjük meg magunkat, viszont ennek szintén a tudatossága, amikor elindulunk egy olyan irányba, ahol már fontos, hogy mondjuk önmagunkat képviseljük, a vállalkozásunkat képviseljük, itt. Már nem mindegy az, hogy hogyan közöljük le azokat az információkat, amiket szeretnénk, hogy eljusson a másiknak a tudatába, vagy akár egy közösség tudatába, vagy azzal, akivel közvetlenül beszélgetünk. Hogyan legyünk tudatosak? Hát ezt gyakorolni kell. <gül> <gül> ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Attól függ, hogy mit szeretnénk, vagy külső segítséget kérünk, vagy elkezdjük figyelni gyakorlatilag. Tehát a, igazából a választék, nem is a választékosság, hanem tényleg, tényleg az, hogy hogy van egy célom. Uh -huh. Tehát akármi. Én szeretnék beszélgetni egy másik illetővel, el szeretnék neki adni valamit, tehát most én azt szoktam mondani erre, hogy teljesen minden, hogy lemegyünk bulizni valahova a diszkóba, vagy akármi, ott is megtörténik ez a dolog, mert értékesíteni szeretné magát az ember, ugye, ha nő, ha férfi, teljesen mindegy, ott is ez, ez megtörténik, és ugye el, elindul a kommunikáció. Most ez verbális, vagy nonverbális, teljesen mindegy, de ez jön ez valahol ösztönösen ez elindul. Viszont, amikor elkezdünk erre tudatosan figyelni, akkor észreveszük azokat a hibákat, hogy lehet, hogy ezt a szót, amit beillesztettem, ezt máshogy kéne megfogalmazni, nem tudom, mondjuk rövidebbre kéne zárni az időintervallumot, amit, amit közölni szeretnénk. Hasonlók. Mit tapasztalsz, mennyire tudatosak általában a vállalkozók? Nyilván azok Én fordulnak tudom. hozzád, akiknek segítségre van szükségük, de hogy Igen. mennyi tudatosság van mögötte. Annyi tudatosság már van mögöttük, hogy kérnek segítséget. Tehát, uh -huh. hogy, hogy elindult már az a folyamat, hogy azt mondja, hogy én az azzal tisztában vagyok, hogy van egy pont a vállalkozásomban, ahol én eddig jutottam, és ez nem degradálás, nem. Tehát felismeri, képes felismerni, ez egy nagyon jó dolog, képes felismerni azt, hogy innentől kezdve ahhoz, hogy én fejlődjek, külső segítségre van szükségem. És én egy, ebben is egy pozit, alapból egy pozitív szemléletű ember vagyok, de én, én ebben is látom most már a fejlődést. Vannak olyanok, akik akik így kizárják magukat ebből, azt mondják, hogy majd én tudom, majd én csinálom, egyedül viszek mindent. Az az igazság, hogy én erre azt szoktam mondani, hogy nem velem szúr ki az illető, vagy az adott vállalkozó, tehát igazából van még két millió másik itt Magyarországon, akik szeretnének valamerre mozdulni, hanem saját magával, mert egyszerűen olyan terhet fog magára húzni egy idő után, ami, amit már ő nem fog bírni és az a munkának, illetve az image építésének, hogyha egyáltalán ebbe az irányba elmegy, a rovására fog menni. Nagyon sokszor látom, hogy bizonyos vállalkozások vagy cégek másolják egymást. Igen. <tos> <tos> Jó, ha figyelünk a másikra, igen. De hogy azért gondolom, Igen, te is jól, azon jól az alapon mondom, vagy, hogy nem másoljunk. Igen. Azt is szoktam mondani, hogy nem feltétlenül nincs új a nap alatt, de amikor ezt kimondom, akkor mindig találkozom olyannal, amin meglepődök. De egyébként tényleg erről van szó, hogy a másolás egy darabig jó és egészséges is talán, mert inspirálódunk, tehát ugye a másolások az inspiráció között is vannak különbségek. Amikor elkezdjük figyelni a versenytársakat, mert én inkább így mondom, nem konkurencia, az egy uh -huh. csúnya szó, versenytársakat elkezdjük figyelni, hogyan legyünk jobbak, vagy nem tudom, mérjünk a nyomába, az egy tök jó dolog. De amikor mellette vagyunk, mint a futásnál, beérünk mellette, akkor el lehet azon gondolkozni, hogy én most leszeretném hagyni őt, vagy mögötte fog kullogni uh -huh. egész végig, egész szakaszon. És én azt gondolom, hogy az az a pont, amikor le kell előzni, le kell hagyni a, a versenytársat, és ez innentől kezdve indul a mandula, hogy, hogy a tudatosság, és, és itt már megint visszacsavarodnék arra, hogy, hogy itt már a külső segítség, itt már merjünk megújulni, és, és, nyitni egy új irányba. Amit ugye teljes mértékben bele lehet építeni a vállalkozásunkba, tehát nem kell itt kifordulni önmagunkból, de új dolgokhoz kell nyúlnunk, mert, mert különben örök másodikok maradunk. Meg hát az a fontos gondolom itt, hogy tulajdonképpen a magunk, tehát magunkra formáljuk. Így van, az adott. Így, van. így van, egyébként én is úgy dolgozom az ügyfelekkel, hogy megnézem tényleg az adott rendet, az adott vállalkozást, és nem akarok egy olyan irányt venni, ami már nem ő, amivel nem tud azonosulni. Picit lehet, hogy a komfortzónáján kívül esik, mert mondjuk pörgősebbé válik az adott vállalkozás, több platformon megjelenik, minőségbeni változás fog létrejönni, üzletben is ugye meglátszik, tehát mondjuk tíz egységet keres, akkor utána már 20 egységet fog keresni, vagy 30 egységet fog keresni, ami, ami azért egy picit megtorpanthatja az embert. Nem egyszer volt az a probléma, hogy egy vállalkozó azt mondta, még csak beszélgettünk, uh -huh. tehát semmi tétje nem volt a dolognak, de mondta, hogy Uristen, mi van, hogyha kétszer, vagy háromszor, vagy négyszer annyit fog keresni mint most? És számomra ez érthetetlen egyébként. Tehát Igen, én azt mondom, hogy nem, mert nem, ezt nem ezt gondolod. Főleg, hogyha kérsz egy külső segítséget, tehát én abban is sejtelek, hogy ez lépésről lépésre megy, és mindig mondom, hogy ez nem robbanásszerű dolog. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy beszélgetünk egy jót, és akkor onnantól kezdve bedől a mani, uh -huh. és nem tudsz vele mit kezdeni, nem tudsz hova lapátolni, hanem arról szól, hogy ez egy folyamat, amit folyamatosan építünk lépcsőfokról lépcsőfokra, és amikor abban az adott szegmensben, vagy abban az adott helyzetben, lépésnél vagyunk, ahol érdekes lehet az, hogy na most mit csináljunk, akkor ugye abba az irányba fogunk menni. Tehát akkor átbeszéljük az üzleti stratégiát, minden olyan dolgot, ami ehhez köthető. Tehát biztonságban van. Igen, hát a türelem az azért minden esetben hát fontos. Az, az Itt is ő. fontos. Általában egyébként mennyi idő... Kell ahhoz, hogy, hogy egy ilyen beérjen. Most tudom, hogy ez is változó. ugyanúgy változó, mint nyilván, változó. hogy ki mennyire teszi bele magát gondolomattól is. Ez ez egy sarkolatos pont. Tehát az, hogy nem, nem is az, hogy megérti ezt a világot, vagy nem, mert megérti mert ezen vagyunk, hogy segítsünk. Viszont az, hogy mennyire lendületes az adott illető, tényleg, tehát, hogy, hogy én én annyira egyszerű, leegyszerűsítem a dolgokat, hogy azt mondom, hogy nekem az is bőven elég, hogyha csak azt csinálod, amit kérek tőled. Mm. És megyünk, és bízd ide, és akkor jó, jó lesz az irány. Tehát, hogyha mondjuk nem veszi fel a telefont, vagy nem tudok vele kommunikálni, az az, az egyetlen egy, ami egyébként a szerződéseimben is benne van, hogy az egy, az egy, olyan pont, amikor, amikor egyszerűen fizikailag képtelen vagyok tovább lépni az adott ügyfélel. De ilyen talán, hogyha az életembe kétszer fordult elő, most már lassan 16 éve foglalkozom ezzel, úgyhogy ez egy ilyen, egyébként el szokták mosolyogni magukat ezen a ponton, amikor átolvassák a szerződést, és akkor, na jó, de ez miért van benne? És Azért van benne, ez nem rád irányul, de egy általános dolog, ami, ami bármikor előfordulhat. Tehát, hogyha tényleg a legnagyobb gond történik, vagy egy családi probléma, vagy akármi Arról is tudnom kell, mindenről tudnom kell. Muszáj, mert így tudom építeni őt. Hát igen, meg, hogyha mondjuk te szeretnél valamit kitenni, és előtte egyeztetsz vele, azon így van. Akkor azért azért kell hozzá az az ott vállalkozás. Tehát mindent egyedül nem csinálhat, tulajdonképpen. Nem, 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 mert ezt, ez azért. kézem kézenfogva, megyünk előre, tehát, tehát ez kéz a kézben ugye mm. működik a dolog, és, és, az is jó, én azt is, azt is mindig erőltetem, és, és, mondom, hogy nyugodtan hívjál fel bármikor, beszélünk, mert ne az legyen, hogy önálló gondolatok szállnak a fejedbe, kitalálsz valamit, arra rákontrázol saját magadnál, és akkor a végén, végén meg az lesz, hogy hát ezt inkább mégsem csinálom, vagy megcsinálom, hanem tényleg bízd ide ez alatt az idő alatt, mióta ezzel foglalkozol, gondolom úgy megy, hogy kitalálsz egy, egy adott stratégiát. Hányszor kellett ezen változtatni? Hány esetben? Oh, 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 oh. <laughs> folyamatosan. Uh -huh. Tehát folyamatosan. Tehát konkrétan ilyen, mondjuk inkább ilyen nagyobb változtatásokra szedném a dolgokat, de ugyanúgy, ahogy másokon segítek, saját magamon is dolgozom, a saját vállalkozásom is non-stop dolgozom. Tehát egyszerűen ez, ez elkerülhetetlen napi napi rendszerességgel, de amikor például bejött a, a COVID, most nem tudom, hogy erről beszélt, vagy, vagy ez a vírus időszak, uh -huh. akkor ugye volt előtte egy időszak, volt, <laughs> volt a, volt a vírus időszak Közben, szak, igen. <laughs> és volt az utána. Igen. És egyébként itt is érdekes, mert például van olyan ügyfelem is, nem tudom, hogy ezt most mondhatom el, könyvelőkkel is dolgozom, uh -huh. ügyvédekkel is dolgozom, uh -huh. tehát olyan, olyan szegmensben lévő emberekkel, akik eddig azt mondták, hogy köszönöm szépen, nem kell meg vagyok egyedül, mert mert van elég Igen. ügyfelem, hozzák nekem, de de ugye a, megyünk a látvány felé, megyünk a digitális világ felé, meg kell jelenni, meg kell mutatni magunkat, frissülnek, újul, újulnak a, a lehetőségek, és most már ők is kezdik azt észrevenni, hogy jobb lesz, hogyha elkezdünk uh -huh. kifelé nyitni, és ez egy nagyon nagy változást hozott egyébként ez, a, ez az időszak. Azt lehet, hogy az előző beszélgetésünkben is mondtam, hogy volt, aki befékezett, és az, az nem igazán volt jó ötlet, mert nagyon, nagyon gyorsan akár egy milliárdos is tönkre mehet ebben a, egy ilyen mm. helyzetben. Tehát amikor, amikor nincsen, nincsen mozgás, kivárunk, nézzük, nem tudom, az, az egy nagyon rossz nagyon rossz dolog. Tehát inkább menjünk előre, haladjunk, csináljuk, picilépésekbe. Igen, hát pont a, az ügyvédek és a, talán a könyvelők azok, akikről nem gondolná az ember, hogy nekik is szüksége van egy brandépítésre. És mi nagyon sok mindenkinek <laughs> egyébként. De igen, De igen, fontos, igen, fontos, igen. Igen. Tehát weboldalt is, webshopot is ugye mm. készítünk, meg minden ezzel kapcsolatos, tehát online hirdetések, stb., tehát fizetett hirdetés, és gyakorlatilag az, hogy muszáj, kötelező, ez, ez már tényleg elengedhetetlen, mert talán nagyobb lett a kínálat, mint a kereslet. Uh -huh. Felpörgött a világ. Tehát eddig tényleg az volt, hogy oh, benne voltunk egy ilyen lápos vidék, uh -huh. átunk, nem, nem mozdult senki sem erre, vagy nagyon óvatosan, és akkor most, most meg, most meg Elkezdett mindenki kapkodni. Ugye volt ennek egy olyan része is, amikor, és ez visszacsatolva a könyvelők uh -huh. és a, erre a szegmensre, hogy ott mindenki meg lett kérdezve, tehát volt a kattások és a nem kattások, tehát uh -huh. a KKV, és, és ott volt egy nagyon nagy szakadék, hogy döntsük el azt, és mindenki fel lett keresve, mindenkinek a könyvelője uh -huh. felkereste az adott vállalkozót, döntsed el innentől kezdve, hogy komolyan veszed magad vagy nem. Tehát, hogyha ha tovább szeretnéd magadat építeni, tehát itt kezdjél komolyan azon gondolkozni, hogy merre tovább, hogyan, mert ugye a kiadások, a költségek, minden megnő, ez már nem játék. Tehát azért, azért nekem, nekem egy picit ez az időszak egy pozitív Dolog volt, most meg megint jövök ezzel, <laughs> most az teljesen fognak nézni, hogy, hogy, hogy én mindenben a pozitívat látom, de hogy egyszerűen, egyszerűen az van, hogy, hogy az meglendítette az embereket, tehát ketté választotta azt, és, és itt jövök hogy nekem könnyebb lett a munkám, mert most mert tényleg onnantól kezdve olyan ö, vállalkozások kerestek meg, akik nagyon komolyan gondolják uh -huh. azt, hogy menni szeretnének, tovább haladni, aki pedig ö, esetleg benne maradt a, mondjuk a katába, és ez nem degradálás, tehát még véletlenül is uh -huh. degradálás, mert van az a szegmens, amikor benne maradhatsz a katába. Uh -huh. Tehát amikor mondjuk civil embereket szolgálsz ki. De amikor már benne van az, hogy, hogy üzlet, üzletemberekkel kötsz üzletet, kell a Kft. ahhoz, uh -huh. hogy mondjuk ott az áfa visszaigényelés, és stb. több de nagyon sok minden van, akkor azért, azért ott elgondolkozik az ember, és nem mindig egyszerű, uh -huh. mert van egy adott bevétel, eddig hoztam a kötelezőt, és most dobantani kéne egy duplát, uh -huh. mondjuk. Igen. Szerinted bevállalósabbak lettek az emberek? mire érted? Hát úgy, úgy általában, hogy jobban nyitottabbak bizonyos dolgokra, megjelenésekre akár. Szerintem bátrabbak lettek, igen, igen. Megyre bátrabbak lettek, és, és azért mondom, hogy hogy ez egy, ez egy kicsit egy olyan pofon volt az élettől, uh -huh. ami, ami Tényleg, tényleg, mint a gyerekeknél, hogy <laughs> tudod, ez a nem igen. Nem szabad hozzányúlni, de van az a pillanat. Amikor, tudod, már amikor igen. elkezdesz tikkelni, és minden egyéb, hogy, 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 most mi legyen. Tehát volt egy ilyen, volt egy ilyen nem létező pofon az élettől, hogy, hogy, most akkor mindenki döntse el tényleg, hogy merre. És szerintem ez helyre rántotta Aha. Az embereket Igen. Igen. Egyébként nagyon sokszor hallom azt így, hogyha ha social médiáról van szó, bármelyik platformról beszélünk, hogy ugye nagyon sokan mindent megtesznek a nézettségért, mondjuk. <gül> <Igen>. <gül> <gül> mi az a határ, aminél már meg kell állni, szerinted? Vagy mi az, amit feltétlenül meg kell tenni azért, hogy nézettséget produkáljunk? Akár így is fogalmazhatnék. Még <laughs> még attól függ, hogy kiről beszélünk, még attól függ, hogy mi a cél. Mert, hogyha én egy civilként felmegyek, egy platformra, és az a tervem, hogy celeb legyek, vagy ismert legyek, vagy nézet legyek, akkor akkor is érdemes. Tehát mindig ki kell tűzni azt, hogy én, én tulajdonképpen mivel, mivel is akarok előrukkolni. Uh -huh. Mert, tehát <suklis> az a baj, hogy hogy valamikor, tehát inkább ebbe a mesztelenkelés, vagy ebbe uh -huh. a szexuális irányba megy el a dolog, magamutogatás, Tényleg, tényleg mindent bevállalunk azért, hogy kettővel több lájkunk legyen, pörögjön a nézettség, csak ugye ezért mondom, hogy az a kérdés, hogy mi a cél, uh -huh. mert üzletileg például ez nem fog hozni semmit. Tehát, hogy mondjuk, hogyha valami esztétikus dolgot Aha, látunk a, a platformokon, akkor az tök jó, mert nyilván az emberi ösztön megnézed, pörgeted, görgeted, és akkor hoz 200 ezer megtekintést, uh -huh. és tehát mi, mi lesz utána? Semmi. Uh -huh. Hogyha ő nem képes ebből pénzt csinálni, ugye az előbb beszéltünk egy uh, hölgyről. Igen. <laughs> Majd őt részletesebben jó. kivesézzük, jó, nem jó, most. Okay, okay, rendben. <laughs> De oké, rendben. hogy igen. Rendben. Jó, jó. jó. Tehát, hogy, hogy nála is egész konkrétan az a probléma, hogy nem feltétlenül tud pénzt csinálni a nézettségben. Igen. Vagy hát nem annyi. Vagy nem, úgy, nem úgy, ahogy kéne. Uh -huh. Tehát ezt azért profi szintre lehet emelni, és az sem. Gond, hogyha valaki mondom ez belülről nem tudja kezelni uh -huh, igen csak, csak egy idő után már már akkor figyelmet kap hogy, hogy muszáj, muszáj oda figyelni rá tehát akár szakembereknek is mert az az üzenet amit közvetít uh -huh az már nem csak egy hóbort, nem csak egy hülyeség, uh -huh. hanem több tízezer, százezer embert megfog vele. Igen. És onnantól kezdve el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy ez most merre viszi a társadalmat. Igen, hogy ártok oh. vele, vagy. vagy? Igen, üzletembereknél pedig Igen. teljes mértékben egyértelmű a dolog. tehát nagyon koncentrálni kell arra, hogy egy picit laza legyen, emészthető a dolog, de, de azért hasznot hozzon. Tehát ott, ott százszerzalékosan a haszonszerzés a, 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 cél minden esetben, de én erre szoktam azt mondani, hogy inkább ö, kevesebb like, vagy kevesebb nézettség, mert a kukkolás az amúgy is megvan, tehát azt, az mindenki csinálja. Az igen. <laughs> Mióta van social media, az ott szerintem ingen, <laughs> mindenki ez kielheti ezt a vágyát. Á, na, án, tehát gyakorlatilag <laughs> egy egy álléven fölmész, ránézel, stb. Tehát teljesen és nem tudhatod, hogy hova jutsz el, nem tudhatod, hogy kihez jutsz el. Ezért fontos azért odafigyelni arra, hogy, hogy mit közölsz le. Egyébként szerinted fontos az, hogy a cégvezető megmutassa magát, vagy nem minden esetben? Hát nem minden esetben, de de most már van ugye ez a személyes brand image építés, ami, ami egyre jobban előtérbe kerül. Itt de azért szoktam ajánlani azt, hogy mondjuk, mondjuk az adott vállalkozó vagy üzletember azt, amit képvisel, szolgáltatás, termék, teljesen mindegy álljon mellé arccal, kezdje el ezt kicsit összeolvasztani, mert fontos. De valaki, valaki a háttérbe szeretne maradni, azzal sincsen semmi gond, tehát azt is lehet nagyon szépen építeni. De én azt gondolom, hogy most semmi titok nincsen ebben, hogyha valaki ezt teheti, és vesz egy mély levegőt, mert mondjuk neki ez már komfortzónán kívüli, Igen. akkor igenis tegye meg, és álljon bele, így arccal mutassa meg magát. Egyébként a Brennek a hitelessége az, az fontos, szerintem. Tehát a mai világban, amikor amikor sajnos van egy rossz oldala is, ugye a social jelenlévőknek, amikor mutatjuk azt, hogy hogy nagyon sok pénzünk mm. van. Igen, <laughs> az, az luxus, visszás lehet. Minden, stb. Ez most két dolog, vagy, vagy nincsen mögöttes tartalom, uh -huh. vagy nem tudjuk, hogy hogyan jutott el odáig az illető. Tehát lehet, hogy kökemény melóval. Érte Igen. el azt, csak ugye erre nekem van egy, most megint nem mondok nevet, gondolatom, hogy ez, ezt az egész helyzetet mi indította el, vagy mi robbantotta ki. Volt egy illető, sajnos most már nincsen köztünk, aki a médiában nagyon sokat szerepelt, egyébként uh -huh. Tatabányi. Uh -huh. Igen, elvallásul. így most már szerintem mindenki tudja, igen, hogy kiről beszélsz, de igen, nem mondjunk nevet, így, igen. Így van, és és ő, ő neki az image úgy építették fel, uh -huh. hogy ő egy nagyon rendes ember volt egyébként, nagyon tisztelet tudó, nekem a köreimben rendszeres, hát barát haver uh -huh. megjelent, de amikor, amikor kamera forog, uh -huh. akkor elő kellett adni ö, azt, a, azt az oldalát a dolgoknak, hogy hogy én nem dolgozom meg a pénzért, nekem hullik az ölembe, és tele vagyok, mint a déli busz. Igen, hát ez a másik verziója, amikor egy negatív brendet építesz fel. Így van. Így van, mert ugye itt jön az, hogy durrant is. De működik, igen. Működik, tehát, hogy... Aha. robbant, de ha nincs -e mögötte tudatosság, e mögött volt tudatosság, uh -huh. csak... Az a gond, hogy egy egész országot sikerült átformálni olyan szinten, hogy aki erre fogékony vagy érzékeny, tehát mondjuk te felnőttként nem biztos, hogy ennek bedőlsz. De mondjuk egy 13 éves, vagy akárhány, tehát a fiatal korosztály, aki megnézi, görgeti a szosölt, elé ugranak ezek az emberek, akkor, akkor egyszerűen nem lát más, csak a felszínt. Igen. És ez nagyon veszélyes. Igen. Mert utána jön a szülő, és próbálja elmagyarázni neki, hogy fiam, azért ez nem így ez van. Nem és így, mondjuk igen. az apuka, anyuka kőkeményen dolgozik minden nap, azért, hogy megteremtsen a családi körülményeket, és, és egyszerűen a fiam meg görget 5 percet, és akkor egyszerűen az, az, jut, az jön le neki, hogy de hát neki miért van ez, miért jár 40-50 millió forintos autóval, nem tudom, 300 milliós luxus ingatlanba, és stb. 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 Tehát -te 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 ilyen, ilyen irdatlan számokról beszélgetünk, és neki nem jön le semmi, csak ez ez a külcsíny. Igen, meg hát, hogy ezt, ezt így is mert el lehet érni. Ez családi konfliktusokhoz is vezethet, meg stb. Most ebben nem akarok belemenni, de igen. tényleg oda kell figyelni. Nagyon nagy befolyásoló így erővel van, bír. Igen, igen. Igen. És akkor inkább maradjunk annál, hogy a valódi énünket próbáljuk meg olyan szintre emelni, ami szintén működik, Így van. és mondjuk Így van. lehetünk egy pozitív példa inkább. Így van. Egyébként az a legjobb, hogyha, hogyha önmagadat adod, mert mindenki egy egyéniség valahol. Tehát mindenkinek van valami, valami olyan plusz, ami nem tudom, vicces, szórakoztató, érdekes lehet, nem tudom, fejlődni tudunk mm. tőle, hogyha követjük őt, vagy valami, tehát sokszor igen, az ember rágörcsöl arra, hogy Úristen, itt van a platform, meg kéne jelennem, de most mi, mit, mit mondjak? Mi, mit mutassak magamról? Mm. Önmagadat. Tehát ebben is vannak fejlődési szakaszok, de visszacsatolva, hogy egy brandnek a felépítése az te totál változó. Tehát az az általában én azt szoktam mondani, hogy azért egy egy év, tehát hogy így meghatározzuk, azért az a az szükséges. De mondom, nekem is van egy magánoldalam, ahol teljesen tisztán látszanak a, a számok. Én, én amikor nagyon pörgettem, most ismételten eléggé aktív vagyok rajta, de hogy elértem olyan számokat, amik, amik ugye valós számok, és önmagamat adtam uh -huh. ezzel. És sikerült egyébként olyan embereket szerezni, vagy követőket, akik, akik komoly értéket képviselnek a mai társadalomban, és itt meg ahhoz csatolnék, vagy csatolnám a, a beszélgetést, hogy hogy nem biztos, hogy a több száz ezres követőtábor feltétlenül a cél, hanem az, hogy te egy olyan értéket képviseljél ezeken a platformokon, Amivel egy picit több vagy, tudnak vele azonosulni az emberek, és lehet száz darab követőd, lehet ötven darab követőd, nem ez számít. Igen, mert hát tulajdonképpen, amiről előbb is beszéltünk, hogy tulajdonképpen a fiatalabb generáció az, aki most fent van ezeken a platformokon, és ő az, akiket befolyásolunk, és most eszembe jutott, hogy nem tudom, egy éve talán így rátaláltam egy ilyen videóra, amiből, amiben arról beszéltek, hogy ugye a, ezek a influencerek, celebek, tök mindegy, kiről van szó, van egy-kettő olyan közülük, akik ugye mindig mutogatják, hogy nekem, mit tudom én, Louis Vuitton táskám Igen. van, meg stb. stb., stb. És és akkor a fiatal, mit lát, hogy ez a menő, nekem ezt kell elérnem, és azért mindent megtennem. Így van, Tehát, hogy. És akkor utána ez nagyon sok esetben kiderült egyébként, hogy hamis. Sok Igen. voltak ezek a táskák, amiket mutogattak. Igen. És hogy ugye... És ez a pár forintért esetleg Igen. a túloldalról beszélünk, tehát a másik oldalról, hogy mondjuk egy egy ismert ember esetleg egy ilyen együttműködést elvállal. Egyébként egyre többen állnak amellé. Uh -huh. Az ismert emberek egyre több gondolja azt, hogy ha nem tudok az a terméke, a szolgáltatása azonosulni, uh -huh. akkor én azt nem fogom bevállalni. Hát itt már... <laughs> erkölcsi határok igen, vannak, ugye, igen. hogy mi az, ami, hol, hol, csillan meg a pénz, a gazdasági része, hol van az, hogy én tartom magam, és tényleg, tényleg azon, hogy nem vállalom el semmi pénzért igen. Azt az adott mondom, terméket, szolgáltatás, bármit, amit, amit be kéne mutatni. Szerintem igen, ez és itt jön a hitelesség. Irány. Igen. Itt is azért fontos megnézni, hogy most feltétlenül minden, amit, amit hirdet, az pozitív, mert hogy ugye vannak krémek, vannak, nem tudom, samponok, akármi, amiket beadnak tesztelésre. Tehát az nem létezik, hogy szerintem hogy minden termék mindenkinek beválik. Nem, 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 nem. Tehát, hogy nem. itt ezt is fontos figyelni ilyenkor, hogy azok a posztok, amiket kirak, azok általában mindig pozitívak. Igen. Vagy van-e olyan, amikor előfordul, hogy hát ez neki nem működött? Igen, egyébként vannak ilyen Real videók, tehát hogy, ezek a, tehát, hogy gyakorlatilag így tényleg az van, hogy elmondja őszintén, hogy mi a uh -huh. jó, és mi a hátránya, vagy mi a rossz tapasztalása. Szerintem ez teljesen, mert olyan, olyan, hogy csak jó, tehát olyan nincsen, olyan, olyan nem létezik. igen. Igen. Tényleg, akár most mondtad a samporról, vagy nem tudom, nekem lehet, hogy bekorpásodik tőle a hajam, igen. neked meg nem. Igen. És, igen. Akkor, és akkor te azt mondod, hogy tök jó, én megveszem. Megveszed, és igen. És nem erről, nem arról pár ezer forintról azó, de megveszem, és Hát csalódás, azért a mai világban már. Csalódás. Meg a, igen. <laughs> de igen. hogy azt mondom, hogy na... Igen. miről beszélsz? Miről És akkor, miről beszél, miről miről beszél, beszél. És akkor megint kinek az imidzse -e fog romlani, mert az én szemembe ugye azt fog mondani, hogy... Hát te, nem a sampont gyártó cégnek cég, az image-e, hanem az övé. A sampont gyártó cég az tök jól járt, mert, mert kapott 3000 forintot, vagy x ezer forintot. Igen. Viszont az, aki bemutatta, azt fogom szídni, mert ő megszemélyesítette. Tehát itt van egy kicsi igen, igen, ambivalens igen. Érzés az embernek, hogy most akkor kitegyen magam, vagy mellé álljak az adott termék mellé. Ezért fontos az, amit mondtál. Igen. Hogy igenis a, a negatív részét is el kell mondani. Vagy hogy nekem bevált. Neked bevált, nekem vagy nekem bevált, nem, vált, nem vált be. Jó, Igen. próbált ki, mert itt tudom én tényleg ö, olyanokat írnak, ami, ami semmi rossz hatással nincsen, de azt nem tudom megmondani, hogy, hogy neked mi lesz. Próbált ki, tehát ennyi. Igen. Fogunk még beszélgetni a social médiáról bővebben, most egy kicsit most ez egy ilyen bevezető volt, de majd legközelebb akkor beszélünk róla bővebben is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.